A Hagyományok Háza Vajdasági Hálózata és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közös szervezésében nyílt meg tegnap délelőtt az Óbecsei Népkönyvtárban a népi iparművészeti alkotások kiállítása. A kiállítás a népi iparművészeti tárgyak első vajdasági zsűrizésének a minősített tárgyaiból készült. Vajdaság területéről 34 alkotó jelentkezett erre a megmérettetésre. 120 alkotást neveztek be, ebből 82-t elfogadott a zsűri, emelte ki Vázsonyi Csilla, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa. Ez a zsűrizés Magyarországon már egy sok éve működő rendszer, és most először szerveztük meg Vajdaságban a Hagyományok Háza Vajdasági Hálózata és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közösen szervezte meg. Ennek a zsűrizésnek az a célja, hogy az alkotók tájékozódjanak arról, hogy hol tartanak, mik az erősségeik, min kell, hogy javítsanak még a munkájukban, és végeredményképpen egy szakmai címet lehet elnyerni, a népi iparművész címet. Vajdaságból már volt több alkotó, akik már régóta részt vettek a Magyarországon megszervezett zsűrizéseken is, de mivel, hogy most ugye itt volt Vajdaságban, tehát közelebb volt, könnyebb volt a tárgyakat elszállítani, így most sokan részt vettek olyanok is, akik eddig nem vettek részt ezen a minősítésen. Toriai Zita Katalin törökbecsei kiállító elmondása szerint már 25 éve foglalkozik gyöngy ékszer készítéssel. Számára a zsűri minősítése egyfajta visszaigazolást jelent arra, hogy amit csinál, az jó, és arra ösztönzi, hogy folytassa tovább a népi kézműveskedést. Népi ékszereket próbálok készíteni, de tehát a mindennapi szükségleteket is próbálom kielégíteni. Csegyöngyökből dolgozom, fűzéstechnikával, néha szövök is, de az ritkábban fordul elő. Itt a Hagyományok Házán keresztül most először vagyok kiállító, de éveken keresztül foglalkozom ilyesmivel, úgyhogy volt már kiállítás is. A népi iparművészeti alkotások kiállítása február végéig tekinthető meg az Óbecsei Népkönyvtárban. Nagy öröm számomra, hogy a Népkönyvtár a házigazdája ennek a kiállításnak, amely bemutatja a magyar iparművészek munkáit, mindazt, ami a magyar kultúrát képviseli. A kiállítást február végéig tekinthetik meg, úgyhogy meghívom Óbecse község lakosságát, hogy jöjjenek el, nézzék meg és élvezzék ezeket a csodálatos népi motivumokat és a magyar kultúra hagyományait.